Sziasztok, ninják, sziasztok, túlélők, sziasztok, harcosok! Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon, és köszöntelek benneteket ezen a kávézós reggeli randevún, és remélem, hogy sokan velem tartotok, hiszen már olyan régen kávéztunk együtt, és gondoltam ma, hogy milyen jó lenne kicsit együtt kávézgatni, együtt beszélgetni az elmúlt hét eseményeiről. Hát új témát most nem fogok kinyitni, mert a porszívóba eléggé belementünk, és ezt a porszívó témát fogjuk még folytatni több videón keresztül is. Tehát új témát most nem akarok kinyitni ezen a kávézgatós reggelen, hanem inkább szeretnék olyan kommentekre referálni, olyan kommenteket itt bemutatni nektek, csak egy párat, amelyek nekem kifejezetten tetszettek ezen az elmúlt héten. Tudom, hogy nem mindig olvassátok a hozzászólásokat, bár szerintem a hozzászólások sokszor sokkal jobbak, mint maguk a videók, és pont ezért úgy gondoltam, hogy egy-két hozzászólást itt kiemelek nektek, amelyek tényleg gondolatébresztőek. Az első hozzászólás, amit szeretnék kiemelni, az Edinától jött, aki azt írta, hogy 6 hete a narcisztikus távoltartást kért és kapott ellenem, és a bíróság gyorsított eljárásban 3 napon belül jóváhagyta a távoltartási kérelmét. Válaszoltam erre, és most is csak ismételni tudom a válaszomat, nem szó szerint, hanem most természetesen már így élőben ismétlem a válaszomat, hogy elképesztő, hogy néhány narcisztikus mire vetemedik azután, hogy a kapcsolat véget ér. Tehát még ők vannak felháborodva azon, hogy őket elhagyták, vagy hogy ők elmentek tőlünk. Ez most már tényleg az abszurditást súrolja, hogy a befeketítő kampányt odáig tupírozzák, hogy a joggal visszaélnek, és ők kérnek távolságtartást ellenünk. Sajnos, Edina, nem te vagy az egyetlen, akitől ezt hallottam. Nem akarom azt mondani, hogy ez egy eléggé általános dolog, de többször hallottam már ezt az abszurditást, többször hallottam már ezt, hogy teljesen visszaélnek a joggal, visszaélnek ezzel a védelemmel, visszaélnek ezzel a jogi procedúrával. És ez megint azt mutatja, amit már az előző héten kifejeztem, és kifejtettem a videókban, hogy mennyire fontos nekik az, hogy nyerő pozícióba, hogy győztes pozícióba manipulálják magukat. Na most gondolj bele, gondoljatok bele, ninják, hogy milyen üzenetet küld ez a világnak rólunk. Amikor a narcisztikus elkezdi híresztelni azt, hogy a bíróság jóvá hagyta a távoltartási kérelmét. Hogy milyen embernek tűnünk így mi? Milyen embernek vagyunk mi így kikiáltva országvilág előtt? Hogy ez milyen győzelmi pozíció egy narcisztikusnak? És természetesen nekem semmi kétségem nincs afelől, hogy ez a távolságtartási kérelem, ez hazugságokon alapozódott. De idáig elmennek abban, hogy ők győztes pozícióba manipulálják magukat, még a jogot is kihasználva, ellenünk használva. Egyszerűen abszurditás, hogy az ő narcizmusuk, a narcisztikus személyiség zavaruk, az ennyire védi őket, ennyire megakadályozza őket abban, hogy egyszer is vesztes pozícióba kerüljenek. Tehát védi őket attól, hogy ők vesztes pozícióba kerüljenek, mindenáron arra kényszeríti őket, hogy minden manipulációt bevetve egy fals tényeken alapuló manővert állítsanak fel, és ezáltal győztes pozícióba manipulálják magukat. Hát nagyon sajnálom, Edina, de nem te vagy az egyetlen, akitől ezt én már hallottam. Aztán Mónika írta a következőt. Az eldobás akkor következik be, amikor már nem hisszük el a maszkot. Mögé látunk, kiderül, ki is ez az ember. Meglátjuk, hogy a sok szerep, amit előadott, az mind hamis volt. Az a kedves, segítőkész, vagy éppen menő ember nem létezik. Ezt ő nem bírja elviselni, nem bírja elviselni, hogy kiderül, hogy ő valóban kicsoda. Hogy belül üres, ezért nap mint nap kívülről mások visszajelzéséből rakják össze a hamis lényüket. Az eldobás igazából az ő menekülésük, mert tudják, hogy mi rájöttünk, nem etetjük tovább a maszkjukat.
Csak ez nekünk úgy van előadva, hogy ő dob el minket, hogy érezzük, milyen csodát veszítünk, mi, akik egy nagy nulla értékűek vagyunk. Muszáj minket lejáratni mások előtt. Ez teljesen így van, Mónikám, és a jövő héten majd fogok arról egy videót csinálni, hogy az eldobás az egy hatalmas és nagyon energiatakarékos manipuláció, és ezt majd kifejtem a videóban, amit majd nektek fogok készíteni a jövő héten erről. És ez teljesen így van, hogy ők nem bírják elviselni azt, amikor már a maszk mögé látunk, hiszen az megint őket ugye egy vesztes pozícióba rakja, egy vesztes pozícióba helyezi, és inkább eldobnak jó kapcsolatokat, de a vesztes pozícióból ki kell magukat manipulálni bármilyen áron is. Tehát az eldobás is igaziból egy hatalmas manipuláció, teljesen megkavar téged, teljesen rád borítja az asztalt, és mindez azért történik 99,99%-ban, mert te a maszk mögé láttál, és ahogy Mónika mondod, már nem vagy hajlandó etetni ezt a hamis ént, ezt a hamis maszkot. És amikor eldobnak minket, megint lehet villogni a nagy közönség előtt, hogy mi milyen emberek vagyunk, hogy el kellett, hogy dobjanak minket, mert mi nulla értékűek vagyunk. Tehát ebből is kitűnik az, hogy bármi áron ők úgy manipulálják a helyzetet, hogy mindenképpen ők jöjjenek ki győztesen ezekből a helyzetekből. Tatjana azt írja, a párom lakásában egy viking rúnákkal felfestett felirat díszelget, mindjárt a bejárattal szemben. Hiába eteted a farkast, az mindig az erdő felé fog nézni. Ez volt az ő jelmondata, amit egyébként előszeretettel hangoztatott. A kapcsolat elején úgy állította be a dolgot, hogy lám, ő egy farkas, és milyen megtiszteltetés számomra, hogy nekem ő megszelidül, persze csak látszólag és átmenetileg. Aztán meg az egészet ellenem fordította, amikor lázadozni kezdtem, és odavitt a farkasos felirathoz, hogy tudjam, mit jelent. Tudjam, mire vállalkoztam, és most mit kérek rajta számon. Tatjana, ez egy nagyon komikus dolog, már így távlatokból nézve persze, de tudom, hogy akkor az annó, mikor ez veled megtörtént, nem volt ez annyira komikus, hogy ő átváltozik farkassá, meg egy farkassal azonosítja magát, ez tiszta őrület, ez egy fantázia világ, de ebből a te történetedből is kitűnik, hogy ők felsőbbrendűnek érzik magukat. Tehát ő a farkas, aki saját törvényei szerint él, ő nem felelős semmiért, ő vad, ő törvényeken felül áll. Ugye most már tudod te is, és én is tudnám már, ezzel a fejjel, ami most van nekünk, hogy ez már egy red flag, tehát ez már egy vörös zászló. Ez az egész farkas poszter egy vörös zászló lenne, és persze gondolom neked is az volt annó, csak ugye ezt akkor annó nem internalizáltuk, tehát nem igazán helyeztük előtérbe ezt a vörös zászlót. Aztán az, hogy odavittek téged a kép elé, hogy ismét tudatosítsd, hogy ki a farkas, hogy azért mégis merre vagy arccal, Tatjana, hát az eszünk megáll, és ezt most azért emeltem ki ezt a farkasos témát, mert ugye múltkor kaptunk egy levelet valakitől, egy levelet beküldött, hogy írott szövegben is mennyi volt a red flag, és most látjuk, hogy vizuálisan is ezeket a piros zászlókat, a figyelmeztető jeleket fel lehet fedezni valakinek az életterében, például a narcisztikus lakásában. Ezért nagyon fontos szerintem, hogy minél jobban megismerjük azokat az embereket, akikkel egy kapcsolat kibontakozóban van. Tehát mindenképpen fontos lenne megnézni az életterüket, hogy él, hol él, milyen képei vannak, mit mutat a környezete az ő saját lelki világáról. És látjátok, nem csak az elhangzott dolgokra, meg a cselekvésekre érdemes figyelni, hanem az írott dolgokra is, lásd a múltkori levél, és most itt Tatjana mondja, hogy a vizuális dolgokra is érdemes figyelni, főleg amikor valaki beenged a saját életterükbe. Tehát ez a farkasos poszter ezzel a felirattal, és ezzel a kommentárral, amit a narcisztikus ehhez fűzött, ez számomra is egy nagy red flag.
Na most a vörös zászlók nem azt jelentik, hogy oh my god, meglátok egy vörös zászlót, akkor ez az ember narcisztikus, vagy személyiségzavaros, vagy valami baja van. Ez nem egy diagnózis. A vörös zászló az nem egy diagnózis, ismétlem, hanem ez tényleg egy figyelmeztető jel. Egy figyelmeztető jel, hogy antennák ki, érdemes kicsit jobban megismerni ezt az embert. Aztán lehet, hogy ez a vörös zászló el fog ugye halványulni, mert a nagyobb kontextus majd azt fogja mutatni, hogy ez az ember teljesen normális, teljesen egészséges. Tehát nem diagnosztizálnak a vörös zászlók, de minden esetre felhívják a figyelmet arra, hogy jobb lesz kicsit jobban megismerni ezt az embert, talán kicsit lassabban haladni az intimitásban, talán kicsit jobban odafigyelni, hogy ki ő, milyen háttérrel rendelkezik. Úgyhogy én mindig nagyon szorgalmazom azt, hogy próbáljunk többet beszélgetni velük, többféle oldalról, ha lehetséges, akkor vizuális oldalról is megismerni őket, mert a jelek nem csak a szavakban és a tettekben rejlenek, hanem ugyanúgy az írott dolgokban is, és például ilyen poszterekben, képekben, könyvekben is, amelyek megtalálhatóak a lakásukban. Erika azt írja, a szeretet az nem feltételhez kötött. Mondok egy példát. Csak úgy tudod bebizonyítani, hogy szeretsz, ha lefekszel valakivel? És ha nem fekszel le valakivel, akkor az azt jelenti, hogy nem szeretsz? Én erre azt mondom, és mondtam is a kommentekben, hogy Erikám, te most pont fején találtad a szöget, mert az intimitás nem csak szexből áll. A szex az nagyon kis része csak az intimitásnak. És egy narcisztikus kapcsolatban szerintem a legnagyobb, az egyik legzavaróbb tény az az, hogy nem adják meg az intim lelki, intim közelséget nekünk a kapcsolatban. Tehát mindig úgy érezzük, hogy van egy fal köztünk és a narcisztikus között. Szexet azt adnak, mert nekik az intimitás csak a szex erejéig terjed ki. De nekünk nem csak ez kell, nekünk az intimitás kell. És én azt mondanám, Erika, a válasz a te kérdésedre, hogy ha nem fekszel le valakivel, akkor az azt jelenti, hogy nem szeretsz? Szerintem az intimitás megvonása bizonyítja talán legjobban azt, hogy nem kötődünk a másikhoz, vagy hogy ez az ember nem kötődik hozzánk. És az intimitásban benne van a szex is, bele van foglalva. Mármint ugye, hogyha ilyen szerelmi kapcsolatokról beszélünk. Tehát nekem az volt a legzavaróbb egy narcisztikus kapcsolatban, hogy az intimitást nem adta meg. És szerintem azért nem adta meg, mert a legtöbb narcisztikus kötődészavarral küszköd. Most ugye nem diagnosztizálunk, de a narcisztikus személyiségzavar az egy kötődés személyiségzavar is. Egy kötődés zavarosság is, inkább így mondom. Tehát nem egészségesen, nem intim szinten kötődnek egy párhoz. Tehát még egyszer az én válaszom az az, hogy a szeretetedet úgy tudod bebizonyítani, hogy intimitást adsz. Annak a része szerelmi kapcsolatban pedig a szex. Warrior írja, most éppen vissza vagyok porszívózva, lassan 3 hete fél év után. Közben voltak hőmérők, de nem igazán reagáltam rájuk. Erősebb vagyok, mint korábban, de ez eszméletlen jelenlétet kíván, és közben más, fontos dolgokra is fókuszálhatnék ehelyett. De nem bántom magam, nem sürgetem, türelmes és kedves vagyok magammal. Szóval én egy élő példa vagyok, hogy a porszívó még akkor is működik, amikor már az ember átlát dolgokon, és van ismerete. Mert hát kedvesen síró hangon kér segítséget, és bizonygatja, hogy csak én kellek neki, és be is kaptam a csalit. De ez bárkivel megtörténhet. Ne bántsuk és büntessük magunkat, ezen is túl tudunk jutni, erősítjük egymást. Hát kedves Warrior, teljesen igazad van, nem is tudok jobban egyetérteni veled, minden szavaddal egyetértek, és én is mondtam a videómban, hogy igen, én is már egy idő után a volt kapcsolatomban, én is ismeretekre tettem szert, elkezdtem olvasni, podcasteket hallgatni a narcizmusról, és ennek ellenére én is bekaptam a csalit, és vissza lehetett engem is porszívózni,
Mert ugye akármennyire is tanulgatunk ilyen dolgokról, nem biztos, hogy akkor még internalizáljuk, beépítjük magunkba ezt a tudást. És ugye, mikor ott állunk egy húsvér emberrel szemben, aki sír és könyörög, és mi ehhez az emberhez még kötődünk, főleg a traumakötés által, akkor nagyon nehéz előtérbe helyezni azt a száraz, szakszerű tudást, mert nálunk az érzelmek dominálnak. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat. Ezt a köteléket elvágni egy nagyon nehéz feladat, és nem is mindig sikerül, attól függetlenül, hogy már ismereteink vannak. És igen, türelmesnek kell magunkhoz lenni. Az én utolsó porszívom az úgy történt, hogy telefonon keresztül kezdett ugye üzengetni, akkor fölvettem a telefont, és elkezdtünk beszélgetni. Hála Istennek már annyit tudtam akkor a porszívóról, hogy nem jutott abba a fázisba el már a kapcsolat, hogy mi személyesen is találkozzunk. Tehát már a telefonon én abba hagytam ezt a kapcsolatot. Volt szó arról, hogy esetleg visszamegyek, gondolkodtam is rajta, beszélgettünk is róla, fel is vettem a telefont, de addig nem jutottam el, hogy személyesen is találkozzunk. Tehát mielőtt a legutolsó személyes találkozás létrejöhetett volna, hála Istennek az a felgyülemlett tudás bennem akkor akcióba lépett, előtérbe tudott helyezkedni, és így akkor én is már a személyes találkozás előtt ezt megelőzve le tudtam zárni a kapcsolatot egyszer is mindenkorra, és végleg a no contact-tel. És Warrior még egy üzenetet írt az átkalibrálással kapcsolatban, és azt írja, hogy drága Eszter, átkalibrálás, igen, nagyon jó és nagyon találó kifejezés, nehogy neki kelljen már átélni, megélni az érzéseket. Azon kaptam magam egyik nap, és mondtam is a narcisztikusnak, hogy végül is te jöttél, hogy velem akarsz lenni, most meg hezitálsz, hogy nem állsz készen mégsem, és én könyörgök úgymond, hogy adjunk ennek a kapcsolatnak még egy esélyt. Hát ez mekkora, és mekkora felismerés. Azt mondja, a félelmei tartják vissza, túl korán jött, fél év no contact után, még dolgoznia kell magán. Magyarra fordítva, nehéz helyzetben vagyok, elhagyott a feleségem, és amúgy is nehéz, stresszes ez az időszak, szóval kell a táplálék, ez volnék én, ugye? Annyira érthető és világos. Egész jól vagyok, de nem erre akarom már az erőmet pazarolni, de adok időt magamnak, miközben, ahogy a videóidban is mondod, józan ész. Igen, egyre józanabb vagyok. Ahogy mondtam, drága Warrior, ez egy szuper hozzászólás, és megállt az eszem, nekem is, mikor hallottam ezt a sztorit, hogy mennyire átkalibrált téged is ez az ember, hogy a végén még te könyörögtél, hogy a kapcsolatot akkor kezdjétek újra, pedig nem is te porszívóztál. Tehát nagyon fontos résen lennünk a beszélgetések alatt, hogyha felvesszük a telefont, vagy elfogadjuk a csetelést, mert amikor ezek a beszélgetések történnek, akkor a beszélgetések alatt történik az átkalibrálás, és hip-hop, mi csak lecsúszunk majd a nyúl üregbe, a sötét nyúl üregbe, mint Alice Csodaországban, és soha nem jövünk ki belőle, vagy csak nagyon-nagyon nehezen tudunk ezekből az átkalibrált hálókból már kikecmeregni. Nagyon figyeljünk erre, hogyha elfogadjuk a telefonhívást, hogyha elfogadjuk az üzeneteket, akkor legalább a beszélgetések alatt legyünk résen, hogy ne történjen meg az átkalibrálás velünk, ahogy velem is megtörtént, és Warriorral is megtörtént, mert a végén ott kötünk ki, hogy mi fogunk könyörögni, hogy porszívózzanak minket vissza. Nagyon jók voltak ezek a kommentek, ezeket szerettem volna megbeszélni veletek, persze rengeteg nagyon klassz komment jön, és mindig azt mondom, hogy olvassátok ezeket a hozzászólásokat, mert tényleg nagyon kiegészítik a videók tartalmát. Én sem emlékszem mindenre, én sem éltem meg mindent, hála Istennek, és ugye rengeteg a kiegészítő, rengeteg mozaik darabka van itt, és nagyon örülök, amikor írjátok, hogy egyre tágul a tudásotok, és hogy mennyit segít ez a közösség, és mennyit segít ez a csatorna, és tényleg mi már legyőzhetetlen ninzsák leszünk, és mindenképpen erre felé tendálunk.
Hát akkor nagyon szép további napot kívánok mindenkinek, és továbbra is várom a hozzászólásaitokat, hiszen minden hozzászólás tényleg egy nagyon klassz adalék a kollektív tudáshoz. Sziasztok, puszi mindenkinek, és nagyon szép hétvégét kívánok nektek. Sziasztok!